A hétvégén a rossz idő sem szegte senki kedvét Kisvejkén. A településen ugyanis ismét megrendezték a Kajszis Fesztivált. Ha pedig barack, akkor pálinka biztosan készült. Egy jó kajszi pálinkának egyrészt az alapja jó gyümölcsből készüljön, finoman legyen, vagy finom gyümölcs legyen összeválogatva, legyen rendben az erjesztés, legyen jól lefőzve, és ennél az kívül jó legyen az érlelés, megfelelő idő után egy tökéletes pálinkát kapunk. A településen éveken keresztül a falunapi rendezvény volt a legnagyobb, amely a helyi közösség apraját nagyját megmozgatta. 2007-ben a község vezetése úgy gondolta, hogy mivel Kisvejke kajszi termelő vidék, a falunapot átkeresztelték Kajszi Fesztiválra, mondja a polgármester. Imáron a 17. alkalommal került megrendezésre. Kicsit változtattunk a programokon. Annak idején a fesztiválnak a fő momentuma a lekvárfőző verseny volt, viszont az időjárás ugye megváltozott, nagyon csalóka lett, nagyon sok álmatlan éjszakát okozott a szervezőknek az, hogy vajon lesz-e termés, elég lesz-e a barack, tudunk-e az embereknek barackot nyújtani a lekvárfőzéshez, és egy kicsit változtattunk rajta, így főzőverseny lett a fő témája. Ennek ellenére természetesen otthon készített lekvárokat is zsűriztek a szervezők, továbbá a helyi asszonyok idén egy különleges piskóta tekercs vonatot is sütöttek. Aminek nagy részét a nyugdíjas klubunk sütötte meg, több mint 10 tekercsel neveztek ők. Egy kis vonat, egy mozdony áll a tekercsek elején, ezt köszönjük szépen az aktív nyugdíjasainknak, akik most már egy éve segítik a települést minden rendezvény lebonyolításában. Ezen a napon még a gyerekeket vártuk ugrálóvárral, körhintával, jumpinggal, csillámtetoválással, arcfestéssel, hiszen a felnőtteknek dolguk volt a délelőtt folyamán. Az értékeléseket követően pedig a sportpályán felállított színpadon helyi és környékbeli közösségek, civil szervezetek adtak műsort, a programot pedig koncert zárta.